Üdv újra mindenkinek! Az előző videóban, kisfilmben egy legújabb szenzációs elményeket közöltem. Az Árpádok genetikai szállodását illetően. Azt már eddig is közöltem a videóimban, hogy ez a, az eredje az E2123, ez rubnai eredetű, de többször felmerült, hogy ez most a kelet-európai sztyeppéről került -e le a kaukázus déli előterében lévő szubartó észak területre vagy pedig len fordítva történt mindez, és most a genetika nem csak hogy pontot tett, hanem sokkal mélyebben és sokkal meglepő helyre helyezte az árpádok eredetét. Ugye a legelső fotón, amit bemutattam, ott az úgynevezett Funnel Baker kultúra volt látható, amely olyan ö, megalitokat ö, készített, amelyek Magyarországon is megfigyelhetőek, de Európa szerte, sőt, Európán túl is megtalálhatóak. És ami az első meglepetés volt, hogy ez a, egészen a Kuralrakszesz kultúráig, tehát amikor majd lejut ö, Szubartú területére a magyarság, vagy az Árpádok őse, ez megfigyelhető ez a kontinuitás. Tehát ezek a kultúrák, ezek igenis, vagy használták a korábbi, megalitokat, vagy maguk építették. És hát itt is felmerült sokakban a kérdés, én nem kívánok ebbe állást, ebben állást foglalni, de tényleg sokszor, hogy ezt a több tonnás köveket, hogy lehetett egymásra pakolni, valaki szerint az ufók pakoláztak, valaki szerint egy olyan technika, ami mára eltűnt, és valaki szerint pedig Hát valamilyen primitív technológiával, ilyen farönkökön, kötelekkel, sok emberrel, stb. A lényeg a lényeg, hogy ezek a kövek uh, nem csak szakrális jelentőséggel bírtak, hiszen ide van, hogy temetkeztek, van, hogy uh, szentének használták, és van, hogy uh, különböző csillagászati megfigyelésekre, ezek különösen az átfúrt kövekre igazak. Tehát a Funnel Bakerről ennyit, most én ilyen uh, különböző kerámiákról nem akarok Szót ejteni, mert hiszen itt sokkal izgalmasabbak ezek a kő anomáliák. Aztán a második kultúra, globulár amfora kultúrája. Itt már a temetkezésekben a zsugorítás megjelenik, és ez a jellegzetes kerámia, kerámia forma miatt kapja ez a kultúra nevét mint a Funnel békennél is láthattuk, hogy gyakorlatilag a Balatontól északra Erdélyt nem érintve, de a felvidéket és Észak-Magyarországot, sőt Közép- és Észak-Magyarországot azt lehet mondani érinti, úgyhogy akár azt is lehet mondani, hogy Dániától, mondjuk Debrecenig tartó kultúra volt ez a Funnel béken, aztán ez a Lanfora kultúra, ez már inkább a német-lengyel, nyugat-ukrán részek és a észak magyarországi részek, a felvidék kétharmala, észak-erdély és megfelezi székelyföldet, tehát ez is belelóg a kárpát medencébe Aztán, ami a, a lényeg, aminél már én uh, szintén csak az irányban gondolkodtam, de abban nem, hogy köze van hozzánk, ez a Báden-Péceli kultúra, és bővebben erről a kultúráról szeretnék majd beszélni. De azt kell tudni erről a kultúrát, hogy ez lefedi gyakorlatilag Csonka-Magyarországot, Vajdaságot, de szinte Belgrádig leér, Morvaországot, Lengyelország déli részét, tehát Galíciát, hát Erdély nincs benne, de Csonka-Magyarország igen egészen, és erről a kultúráról én nagyon sokszor szótejtettem már, most is elmondom ebben a videóban is, hogy ez az a kultúra, amelynek trójával vannak, vagy a trójai részekkel, trója ötödik rétegével, mert ugye az Iliászi trója az az a 7 a 7b, van köztem még egy hatodik réteg és az ötödik, tehát nem magukkal a trójai a szereplő néppel, hanem az előttük két kultúrával előtti néppel van kapcsolata, és sokáig úgy volt a, még az átkosban, Jégelye-Anatolai ja, kultúraként nevezték ezt meg, hogy ez jön be a Kárpát menencébe, az az ősibb, és ezek a keresztpántos urnák, meg feltartott kezű keresztpántos kerámia ábrázolások, a ábrázolások, mint analógiák, ezek ősibbek Anatóliában, és fiatalabbak a Kárpát ez megfordult. Ezt már tudtam a videó előtt is, hogy ez az ősibb. Aztán majd több hullámban jönnek vissza, mint trójaiak, <coughs> élintik majd Szikambriát, és Budakalászon, valaki át már egy agyagkocsit, makettet a körgyűrűben, egy nagy méretű a várost szimbolizáló leletet, hiszen ez a legkorábbi kocsi ábrázolás, és ez pont abból a több mint 400 síros Báden Péceli kultúrához köthető Budakalász környéki temetőből kerültek elő. Egyébként ez a holdvilágárokban is jelen volt ez a kultúra. már a kenne temetőben, de vissza a tehát onnan a több mint 400 síros temetőből kerül elő, ahol a Nemzeti Múzeum az 50-es években, egészen pontosan 1952-ben Korek József és Soproni Sándor vezetésével kutatott, és mondom több mint 400 sír került itt elő. És ez a kultúra volt az, amelyik ilyen zsugorított módon temetkezett amit az alánoknál, az árpánoknál is ugye a kendékre jellemzően láttuk, tehát amikor ilyen sziklás, sziklasíros vagy szikla kurgános menhíres temetkezés láttuk, akkor ilyen belecsúsztatják föntről a halottat, és akkor így összerúgyva ilyen, majdnem hogy ülő helyzetben ilyen kerül a sírba. Itt viszont ugye fekve, magzatpózban voltak a csontvázak, és hát itt volt az a 203-as meg 303-as csontváz, amit hát sokan Többek között én is bekajáltam még a legelén, aztán ugye nagyon hamar kicsit utána néz az ember, akkor kiderítheti, hogy ezt mutogatták a oldvilág talált de már az gyanús volt, hogy ugye egy csontvázról van szó, és az egyik képe 303-as szám volt, a másikon 203-as, illetve hát ennyi, ennyi sírnak kéne lenni, és ilyen, ilyen pár sírról tudunk csak. Tehát ez kamu volt, a Vezér mutatta be egyszer a szörényi a Korek József féle csontvázat, illetve oldvilágnap.hu weboldalon látható egy csépfölé hajoló ember, az, az sem köthető a oldvilág árokhoz. Ahol csak a régészeti melléklete került elő ennek a kultúrának. Tehát ennyi a lényeg, és ennek a kultúrának az etruszkok irányába is van kapcsolata, ugye a villanovai kultúra révén, illetve, mint már említettem, égei anatóliai vidékek fele is. Aztán, amikor ezek a kultúrák így egymás mellett léteztek, ja, ezután jött a, az úgynevezett Carded ware vagy zsinordíszes kultúra is, ami, amely már egy ilyen hibridebb kultúrának mondható abból a szempontból, hogy nem csak az előbb említett Bádeni vagy Globulára, Fóra kultúra irányába kapcsolódik, meg fölöttük is található, északabbra, hanem itt már ez kapcsolódik a Jamnaja kultúrához is, amelyik viszont egy hát keletebbi pontuszi kultúra, és ez a zsinór díszes, ez egyesíti, vagy zsinek díszes, a, ezeket a gémmarkereket magában, ami egyrészt kapcsolódik a Jamnajához, ez ugye az r b és árulékos származásai, kis mellékes egóból, Megjegyzem, hogy nekem is van ősöm, a zsinág díszes kerámia kultúrából. De másik vonalon, mint az Árpádok. Itt az r egy b vonalon, az Árpádok ugye egy a vonalról jönnek. És hát ez az a kultúra, ami nagy valószínűség szerint megmozgatta a genetikusok fantáziáját a tekintetbe, hogy talán az uráli nyelveket kéne, hogy ide passzírozzák, mert jelenleg ugye indoeurópainak van ez hirdetve, mint ahogy minden más európai kultúra, amire semmi, de semmi bizonyíték az vége a világon. Összefüggő nyelvemlékek hiány csak találgatni lehet, meg általában a genetikusok között sem egyértelmű. Mert ők meg ugye a gének vándorlás, megnézik, hogy a mai indoeurópai népekre melyik gének a mutációi jellemzők, azt így visszavezetgetik ősi kultúrákba, és akkor azt megkapják a ma beszélő emberek után az ősök is, azt a nyelvcsaládot, amiben tartoznak, de ez azért hülyeség, mert az egyetem jelentő, hogy azt a nyelvet hordozta. Nyilván ugye közös pontra összekötögetik az ősgermánt, az őskeltát, meg az őslatint, meg nem tudom mit, és akkor... De ez, ez egy teljesen hipotetikus módszer, tehát ez feltételezéseken alapszik. Ahogy egyébként az előbb említett zsineg, díszes kerámia kultúra uráli nyelvisége is. De az biztos, hogy ezek a kultúrák valamelyike, tehát a bázeni, a zsinegdíszes, a globuláron vagy a jamna beszélte a magyar nyelv ősét, sőt szerintem mindenki kultúra beszélt azt az ősi nyelvet, ami, amiből a mai magyar lett, ez így pontos. Tehát nem az, hogy magyarul beszélő kultúrák ezek, hanem azt a nyelvet beszélték, amiből majd a magyar is lesz. Jó, tehát a funnelbékerrel kezdtük, azt elhagytuk, itt korban, időben ezek a kultúrák nagyjából egy szintre esnek, ugye a zsinekdíszesek, a globulánankfóra és a mádempéceli, meg a jamnaja, és itt le is lehet fedni, hogy nagyjából Európában tartózkodott az Árpádok őse ebben a, az időszakban, és ami a lényeg, hogy innen történik meg a megérkezés a Kura-Araxes kultúrába, amely magában foglalja, Ó-Magyarországot, a magyar népemlékezet kiindulási pontját, Szubartút, Észak-Mezopotámiát, vagy ahogy később említik, Nagy-Örményországot, de nyilvánvalóan hol voltak még itt az örmények, sehol. És innen indul el a magyarságnak a népemlékezete, a történelme. Az előző népeket tekintsük elő magyar népeknek, de innentől fogva a kura kultúrát már akár e gondolhatjuk ősmagyar kultúrának is, és mi az érdekessége ennek? Már korábban, korábbi genetikusok is fejtegették azt, köztük az a Pamjav, aki az MTL-nál MTL dolgozik, ő is azt az elméletet vallotta, amit Underhill-től már annyiszor idéztem, hogy bizony-bizony a kuraraxesz kultúra terjeszti majd el Közép-Ázsiába ezt az eredje a csoportot, és akkor onnan már csak egy ugrása a kelet-európai Sztyepe-vidék is, hiszen ezek határosak egymással. Tehát azt lehet mondani, hogy mi először uh, Észak-Mezopotámiában voltunk, és utána lesz majd kapcsolatunk Közép-Ázsiával és az európai Sztyepe-világgal, mint Szrubnaják. Tehát ez a Szrubnaj előtti időszak, ez a Kurarakszesz. De nem csak a Kurarakszesznek van elvándorlása keletre, hanem amelyik része helyben marad, az a része ugye lesz a Hurivá, és az lesz majd a Horezmi kultúra megalapítója, csak ezer évvel később, mert a közép jelenlét az Krisztus előtt 2300-ban az úgynevezett Baktria margiánai kultúrkomplexumban volt, és ezt követte a Horezmi kivándorlás, de úgy, hogy eltelt ezer év, és erre mondta azt Tolstof, hogy amikor a Horezmiek pár sumérral egyetemmel ide megérkeznek, akkor itt rokon népeket találnak közép -Ázsiában akik szintén korábban ugyanarról a vidékről vándoroltak el ide. És utána már egy ugrás, hogy ez a Skita a világon át a Szíjúnú birodalom és a Hunok. Tehát így ér véget az Árpádi e, történet. Ez a része nem volt meg, ugye a Kurarakszesz előtti e, időszak. A Bárdennit leszámítva, mert ott már én gyanakodtam, tehát akkor mondom azt, hogy a Báden Kura szesz előtti ez a Funnel a kárdedvér is gyanús volt, az ugye a Jamnay az kísérte, de nem Yamnaya eredetű az Árpád ház. És akkor úgy látszik, hogy először jött ez a, az észak mezopotán, és utána az kettei meg az ázsiai jelenlét. És ugye ennek a kurarak ugye ez a majkop kultúra az, ami összeköti a Jamnajával például. Ez lehet a Srubnaja, Poltavka, Potapovka őse, de az is lehet, hogy még további vándorlások voltak, ugye az a Kárdat Bérbe díszes től keletebbre, sőt voltak, és azok így egyesültek, az felhúzódó népelemekkel. <kül> és ugye Közép-Ázsia is két hullámban biztosan betelepül, benépesül, az egy, már az alulról, délről érkező hullámokról beszélek. Ugye a Kura Araxes baktriai és a Huri Korezmi kivándorlása. Úgyhogy ennyi a témával még foglalkozunk, hiszen ezen a Z2123-on belül az árpádok vannak. És ezt tényleg eljutám Szóládra is, Bulgáriába és Keletre is. Tehát ebből az z 23 ból tovább bontjuk, boncolgatjuk majd az árpádok filogenetikai fáján az ágacskákat, az aranyágacskákat, ez a úgynevezett szubkládok feltérképezése lesz, de ezt majd csak a Neparácki Endre, dr. Neparácki Endre féle publikációt követően, hiszen itt jogok vannak, kötelezettségek vannak, és a sorrend az, az hogy előbb publikáció, és utána publikáció kettő amatőrbe. Köszönöm szépen a figyelmet, várom a hozzászólásokat, és a, ezt a témát ezt, ezt még felfeldobogatjuk. То бизнес.